A hegyközben található puszta falu népszerű a térségbe látogató turisták, kirándulók körében. Az önkormányzat éppen ezért döntött úgy, hogy kialakít egy vendégházat, ahol az ide látogatók meg tudnak szállni. Ennek létrehozásakor még hiányzott egy közösségi tér, illetve egy konyha. Az éven a közmunkaprogram segítségével ezt meg tudták valósítani. Azok a ide látogató turisták, kirándulók, akik nálunk töltik el a szabad idejüket, és a vendégészakákat is, azoknak egy olyan konyhát tudjunk kialakítani, ami az ő komfortérzetüket egy picit jobbá teszi. És mindezek mellett próbáltunk egy olyan szabadtéri csűrt kialakítani, ami több mint 200 négyzetméter, pont abból az apropóból, hogy az ide látogatók nagy többsége azok gyerekek, és az a jó, hogyha ezeket a gyerekeket a településen le tudjuk kötni, úgyhogy minden olyan kézműves foglalkozás, vagy éppen egyéb olyan foglalkozásoknak helyet kellett és teret kellett biztosítani. Úgyhogy ezért lett az, hogy ez a csűrt úgy gondoltuk, hogy hozzáépítjük, ami nem csak az, hogy a foglalkozásoknak a helyei, hanem a közösségeknek is, akár játék, akár pingpongozás, csúszásnak a lehetősége a gyerekeknek, hogy el tudják foglalni magukat a településen. 24 embert foglalkoztat a település közmunkaprogramban. Ez márciusban indult, és következő év februárjában fog befejeződni. Akik az egész munkát tulajdonképpen a konyhának a kialakítását, a csűrnek az építését, betonozását, villanyszerelési munkát itt végzik. Nyilván együtt legyet látni kell, hogy ebben a közmunkaprogramban azért szükséges olyan külső koordinátorok, akik megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek, hogy ez a munka tényleg úgy legyen elvégezve, hogy még 10 év múlva és 20 év múlva is büszkék legyünk rá. De azt gondolom, hogy jelen pillanatban azok a közmunkaprogramban résztvevő emberek, akik itt dolgoznak nálunk, azok méltán büszkén lehetnek nem csak erre, az eredményre, hanem az előttire is folyamatosan, mert mindig próbáltunk olyan beruházásokat, olyan építkezéseket létrehozni, ami a közösségeket fogja erősíteni, ami tulajdonképpen az itt élő embereknek a járdaépítéssel, tulajdonképpen az áraktakarításokkal szebbé tudjuk tenni a településünket. Az önkormányzat elsődleges célja a programban nem csak a munkanélküliek foglalkoztatása, hanem az, hogy a résztvevők el tudjanak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.